A jótékonysági koncert meghívott vendége a Chansonbrez zenekar volt. Az együttes elsődleges célja a hagyományos részfúvós ötös zeneirodalmának minél szélesebb körben történő bemutatása. Keszthelyi koncertjüket a társadalmi szerepvállalásuk részének tekintik, amit rendkívül fontosnak tartanak. Együttesünk igazából a jótékonyság vezérelte, azon belül, hogy a Keszthelyi Közgazdasági Szakképzési Alapítvány keretein belül tudunk most fellépni. Az alapítványnak köszönhetően kialakult egy jó együttműködés, és itt a leginkább talán a motiváló tényező az most a szakképzés iránti igény, és annak a motivációja jelentette együttesünk számára, még ha mi most ezt a hangjegyek világán keresztül is mutatjuk be elsősorban. A koncerten köszöntőt mondott Páhi Sándorné Szalai Éva igazgató. Beszédében elmondta, sikeres évet zárt az intézmény. 2023-ban 86 tanuló részesült elismerésben országos, területi, tanulmányi, illetve sportversenyen elért helyezéséért. Mindezt a Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért Alapítványon keresztül tudták támogatni, aminek már majdnem 30 éves történelme van. 1995-ben jött létre az iskola alapítványa a Keszthelyi Közgazdasági Szakképzésért, amelynek az elsődleges célja az volt, hogy a tehetséges diákokat támogassa. Szülői kezdeményezésre jött létre. Köszönhetjük majd a mai napon itt a koncertünkön a szülői támogatókat is, de most már a fő feladatokat az iskola oktatói látják el, és az iskola oktatói kezelik az egész pályázati munkát, az alapítvány munkáját, és így a tehetséges diákok támogatását is. A koncert nyitott volt, bárkit szívesen fogadtak. Dr. Horváth István minden környező iskolával jó kapcsolatot ápol. Lehetőségeihez képest bármilyen hasonló eseményre elmegy, és támogatja a célokat. Én azt gondolom, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak egy fontos része, hogy akinek módja van, az segítsen. Különösen olyan célokban, hogy egy iskolai alapítványon keresztül diákokat, a diákoknak a munkáját, az előmenetelét segítsük. A koncert osztatlan sikert aratott a nézők között. A hagyományteremtési céllal létrejött programmal az intézmény köszönetét fejezte ki a duális partnerek, a civil szervezetek és a szülők irányába, akik egész évben támogatják a diákokat és az iskolát.